amikor jártam ugye ki ide az állomásra, akkor néztem ugye mindig a vágányt. Szeretem nézni, hogy így járnak, mennek a vonatok. Megvárják, mire szépen mindenki leszáll és felszáll, és utána jön a forgalmi szolgálattevő, ugye addig megírja a papírt, hogy szépen megérkezett a vonat, és akkor szépen kijön és elindítja. Hogyan kell ugye jegyet lyukasztani, meg hogy hogyan kell ugye kinyitni úgymond az ajtót, és hogy ugye van itt rajta egy síp, hogy ezt ugye meg lehet fújni. Általában kiszoktunk így jönni, vad megfigyelésre is, meg ugye a vasút miatt. Borzot, gyakran ugye őzet, nyulat, és még fácánt szoktam látni. Éppen Nyírbátor repülőhídján vagyunk, és innen egészen sok minden belátható. Igazán sok vágány van itt. Milyen innen a kilátás? Hát szép, inkább lentről csodálom. Ugye innen egészen messziről, hogyha eltekintünk, a víztorony, a várkastély, református templom, városháza, tűztornya, sok minden látható, na de egy olyan jellegzetes épület is, ami ismertetőjele volt sokáig Nyírbátornak. Történelmi pillanat, én úgy gondolom ez. Hát igen, történelmi pillanat lesz, mikor ugye fel fogják robbantani, vagyis csak alul fogják ott ugye robbantani, és majd magától szépen eldől, mint ahogy a többi silóval csinálták. Vigyázz, robbantás! Amint látható, itt a sín is oda vezet be a Bóniba, ami már egészen 1910-es évektől van már ugye itt, és növényolajat, napraforgóolajat, és ezeket vitték ugye régen a vasút, ugye ezeket szállította egészen 2017-ig, miután ugye megszűnt a vasúti teherforgalom ezen a iparvágányon. Van ezen kívül személyes kötődésed is a Bónihoz? Hát ugye ez Nyírbátor egyik jelképe, és ugye a legmagasabb épülete itt, ami a városban található. Tudod, hogy hány méter? 47 méter. És 1953-ban épült, ugye? Meg ugye még volt hozzá kettő kisebb siló is, de azokat már ugye régebben lerobbantották, vagyis lerobbantották azokat is. Te nagyon jól képben vagy, és honnan hallottál ezekről, vagy olvastál utána? Hát, olvastam utánuk is, meg amikor jártam ugye ki ide az állomásra, akkor néztem ugye mindig a vágányt, csak nem tudtam, ugye még akkor kicsi volt, amikor apával jártam ki, és így nem tudtam, hogy itt amúgy oda jár be vonat, meg még nem is láttam, csak képeken. Ha jól tudom, neked valamelyik családtagod itt dolgozott. Igen, mamám, ugye anyai ágról mamám, itt dolgozott a Cereolba, még ugye akkor Cereol volt, és régen volt ez a olajpogácsa, és akkor ugye azt régen nagyon sokat ették, anyukám is mesélt róla, hogy nagyon finom volt, meg ugye Laci bácsi. Van egy kis szerkentyűd, mi is ez? Hát a telefonom, meg egy ugye a selfie-bot, és akkor majd ezzel akarom holnap rögzíteni a robbantást, és akkor hoztam, hogy ugye képet is tudjak róla készíteni még így az utolsó napon. Itt ugye pezsgő élet van a vasút állomáson. Gabonakocsik ezek elsőtlenek, és ezek, hát már amióta tudom az eszem, azok mindig itt szoktak lenni. Nem tudom, hogy milyen időnként, de úgy vettem észre, hogy ez hetenként itt szoktak állni. És általában NVA-s kocurok hozzák, de vagy akár csillagromboló, ezek ilyen mozdonyok, ugye NVA az egy magyar magánvasúti cég, ugye magyar vasúti áruszállítók, és akkor ők szokták itt fuvarozni a gabonát, és itt az állomáson meg is töltik. Ha körülnézünk itt, azért miből lehet még rájönni, hogy hamarosan érkezik a vonat? Hát a bejárati jelzők, amik ugye a hátunk mögött is vannak, és velünk szembe is, ez minden vasútállomás
hát az a bejárat magyarul, és akkor az mindig jelzi, hogyha jön a vonat, vagy ha szabad a sín, ugye szabad a pálya. Jön a vonat. Milyen vonat jön éppen? Hát ez egy M41-es csörgő jön most, ami ugye itt szokásos már, hogy itt közlekedik a Debrecen-Nyírbátor vasútvonalon, és most ugye fel fogom venni. Miért veszed fel ilyenkor, hogy jön a vonat? Hát mert ez egy jó emléknek, ugye elrakom egy emléknek, meg most ugye még innen nem vettem fel a vonatot. Neked rengeteg anyagmennyiséget lehet, fotók, videók. Vissza szoktam ugye őket nézegetni, hát már úgy 800 képen van ugye ezen a telefonon. A régebbi, hát azért kevesebb volt. És van valami terved ezekkel a fotókkal, videókkal? Hát általában ugye Facebookra, Instagramra és ilyen helyekre szoktam feltölteni őket. Itt vagyunk a nyírbátori vasútállomáson. Hogyan jött neked ez a vasút szeretet, ez a vasút szerelem? Hát ez még elég régen kezdődött, egészen 2011-ben, mikor is elsőnek mentünk ugye nyaralni, a családdal Egerbe mentünk, és ugye vonattal mentünk, és akkor ott egészen megragadott ez a vasút, és akkor onnantól kezdve már ugye nagyon szeretem így a vasútat. Emlékszel akkor, milyen vonattal utaztatok? Hát, ha jól emlékszem, egy V43-as szilivel utaztunk akkoriban. Hát egy személyi vonat, egy villanymozdony, hát már igaz elég öreg, nem sokára, hát már tervezik, hogy ugye lecserélik őket egy modernebb vonatra. Mi az, ami mégis megfogott ebben az egészben? Hát, hogy ugye a jövőben is itt szeretnék dolgozni a vasútnál, meg hát szeretem nézni, hogy így járnak, mennek a vonatok. Szenvedélyesen rajongsz a vasút iránt. Ez az évek alatt egyre inkább fokozódik? Hát igen, egyre inkább jobban rajongok értük, és egyre több mindent tudok meg róluk. Személy vonat érkezik Debrecenből a harmadik vágányra, és tovább közlekedik Máté Szalkára. A vonat minden állomáson megálló helyen megáll, a harmadik vágány mellett kérem vigyázzanak. Tehát Debrecenből érkezik egy személyvonat, hallottuk. Erről a személyvonatról te tudsz esetleg valamit többet mondani? Hát az, hogy ugye Debrecen és Máté Szalka, de ki szokott menni ugye még Fehérgyarmatra is ugye ez a személyvonat. Általában szokott menni ugye rajta hétvégenként Intercity is, ugye a Krasna Intercity és a Hétmérföldes, ami ugye budapesti közlekedik. Hát ez a legfontosabb, hogy mind a három égen, mert ha nem ég mind a három, akkor például már nem is közlekedhet a vonat. Ilyenkor mi történik, amikor megáll a vonat? Milyen feladatok vannak például itt az embereknek? Hát ilyenkor ugyebár az utasok és a jegykezelő is ugye leszáll, megvárják, mire szépen mindenki leszáll és felszáll, és utána jön a forgalmi szolgálattevő, ugye addig megírja a papírt, hogy szépen megérkezett a vonat, és akkor szépen kijön és elindítja a vonatot. Érdekes volt, mert az egyik vonat érkezett, a másik vonat pedig elindult. Melyik volt ez a másik vonat, amelyik elindult? Hát ugye ez az M62 Szergely, orosz gyártmányú. Hát ez is már elég régóta van jelen ugye Magyarországon. Hát öreg, de még jól bírja szerencsére. Van-e kedvenced? Hát a dízelmozdonyokért inkább, és azon belül is ugye a Szergely. Mögöttünk milyen mozdony található? Egy pályafenntartó gép, ami ugye a MÁV tulajdonában áll. Most már ugye csak szobormozdony, de régen még ugye járta a pályákat, és ugye ami rossz volt, az megjavította.
Hát ez egy háromkerekű kézihajtány. Hát sajnos már nem nagyon használnak belőle, de még úgy a külön vonatozáson, főleg inkább a kisvasúti, ugye a kisvasúti napokon, főleg a kecskeméti kisvasúti napokon szoktak lenni ilyenek. Következő állomásunkra megérkeztünk. Erről mit lehet tudni? Hát ugye ez egy motoros hajtány, ezt már ugye nem... Hát végül is azt is kézzel kell hajtani. Amit még ugye van, ahol még mindig használnak, például mondjuk pályafenntartáskor, akkor is szoktak ilyeneket használni még. És mi az, ami ezt hajtotta? Hát egy Pannonia motor hajtotta. Ez egy elhagyatott épület, ez régen mi volt? Hát ez ugye egy rakodó ház volt úgymondva, mert ugye laktak is itt. Úgy tudom, van egy nagy kedvenced, a retro csörgő. Ez milyen vonat? Hát ugye ez egy sima csörgő, csak a festése ugye a régi módi, ami még a 80-as években volt, ugye a sima piros és a fehér csíkos festése. Hát kettő van, a 103-as és a 143-as. Nyírbátorba szokott járni valamelyik? Hát ugye a 143-as, azt már négyszer is elkaptam. Megérkeztünk Budapestre, a Hűvösvölgyi Gyermekvasút állomásra. Hogy tetszik eddig, amit itt látsz? Hát nagyon jól néznek itt a dolgok. Hát tetszik a atmoszférája ennek az egésznek. Izgulsz már? Hát már izgultam tegnap is, és most is. Első körben át fogsz öltözni, ruhát fogsz kapni, úgyhogy most megyünk oda, elkísérünk téged. Megpróbálod? Nagyon jól nézel ki. Hogy érzed magad ebben a ruhában? Hát jól, kényelmes. Kényelmes is, és hát ugye tipikusan olyan, mintha te is egy vasútnál dolgozó lennél. Na akkor menjünk az állomásra, már ott várnak bennünket. A gyermekvasút a világon egyedülálló, de miért? A világon ez a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot 10-14 éves korú gyerekek látják el. Ez úgy kell elképzelni, hogy a világon nem csak ez az egy gyermekvasút üzemel, külföldön számtalan példa van ugyanilyen jellegű vasútvonalakra, de abban mindenképp mi vagyunk a világ elsők, hogy itt van a legkomolyabb szolgálat, tehát olyan biztosító berendezések, olyan járművek, amik a nagy vasúton vannak, olyan léptékű járművek, és fontos az, hogy itt egész évben folyamatos üzem van. A gyerekek, akik itt dolgoznak, tudnak teljes értékű munkavállalók beosztottak lenni? Lényegében ugyanazokat a feladatokat végzik, amit a nagy vasúton egy mellékvonalon dolgozó felnőtt kollégáik, tehát részt vesznek a forgalmi szolgálatban, ők a rendelkező, naplózó forgalmi szolgálattevők, váltókezelők, hangosbemondók, és a kereskedelmi szolgálatban is, tehát a pénztáros jegyvizsgáló teendőjét is a gyerekek végzik. Egy felelősségteljes munka ez végül is, amire megfelelő felkészültséget is meg kell szerezni. Ehhez egy 4 hónapos tanfolyamot végeznek el a gyerekek. Ez heti egy napos elfoglaltsággal jár, és utána viszont le kell vizsgázni a vasutas szakma alapjaiból, és aztán lehet majd mindezt a gyakorlatban is kamatoztatni. Először 5 tanulószolgálatba kerülnek a gyerekek, ott idősebb, tapasztaltabb társaikkal megismerik ugyanazokat a feladatokat, amiről korábban csak elméletben tanultak, és ha ezt az 5 szolgálatot is már sikeresen teljesítették, akkor utána láthatnak el önálló szolgálatot is.
Mi a feladatod a gyermekvasúton? Nekem a jegyeknek a ellenőrzése, kezelése, illetve amelyik utas esetleg olyan állomáson száll föl, ahol nincs jegykiadás, akkor nekik a jegyek érvényesítése és jegyek kiadása. Most Tomik meg fogja tanulni jegykezelést, te fogsz majd benne segíteni neki. Mire kell ügyelnie, mit javasolsz neki? Először is azt javasolom, hogy amikor szerelvényen vagyunk és utasokkal foglalkozunk, mindig tisztességesen, példamutatóan szólítsuk meg az embereket, köszönjünk nekik, véletlenül se tegezzük őket. Csillebérc vasútállomás következik. Mennyi idővel az állomás előtt kell ezt bejelentenetek? Én például úgy szoktam, hogy az állomás előtti előjelzőnél bemondom, hogy milyen állomás jön, meg általában akkor, amikor megérkezünk az állomásra, hogy az utasok mindenképpen legyenek tájékoztatva, hogy le akarnak-e szállni, vagy nem. Ez az. Megérkeztünk a végállomásra. Mi a végállomás neve? Széchenyi egy vasútállomás. És fel tudnád sorolni azt, hogy milyen állomásokon keresztül jöttünk ide? Persze, Hűvösvölgyből elindultunk, utána jött Hárshegy állomás, Szép Juhászné vasútállomás, Vadaspark megállóhely, utána Jánoshegy állomás, Virágvölgy állomás, Csillebérc állomás, Normafa állomás és Széchenyi egy állomás. Most ugye visszamegyünk ugyanezzel a vonattal, addig mi történik? Tulajdonképpen van egy zárfékező a vonaton, akinek az a dolga, hogy amíg a mozdony körül jár, ugye a vonat elejére kerül, addig betekerje a féket, hogy a kocsik véletlenül se guruljanak el. Tomi, eddig hogy tetszik? Nekem nagyon jól tetszik, jól érzem magam. Mi volt a legjobb, ami eddig tetszett? Hát úgy, hogy úgymondva szolgálok most itt ezen a napon. Nézzük már meg, mert mindannyiótoknak van ilyen táskája, hogy mi rejlik benne. Ebbe a táskába található egy ilyen kazetta. A kazettát azt kinyitjuk, kazettában találhatóak mindenféle menetjegyek. Napodején szintén kapunk váltópénzt, itt található a táskában mellett egy aznapra szóló menetrend, amiben látjuk, hogy mikor indul a vonat, honnan, mikor kell megérkeznünk, illetve utastájékoztatás szempontjából is ezt szoktuk használni. Mit sikerült megtanulni, amit feladatként itt a többieknek is végezni kell, és akár te is már kipróbálhattad? Hát például az, hogy hogyan kell ugye jegyet lyukasztani, meg hogy hogyan kell ugye kinyitni úgymond az ajtót, és hogy ugye van itt rajta egy síp, hogy ezt ugye meg lehet fújni, és ugye azt is megtanultam, hogyan kell az ajtót zárni és nyitni. Hogy ment a jegyukasztás, könnyen, vagy bele kellett jönni? Hát azért bele kellett jönni, mert még elsőnek volt ugyebár. De azért volt segítség. És láttam itt ugye minden állomáson kézjelzéssel jeleztetek egymásnak. Ez mi volt? Tulajdonképpen adtunk egy indulásra készen jelzést, mi jegyvizsgálók, és hátul a zárfékező, hátul a előre történve. Ezzel jeleztük a naplúzó pajtásnak az állomásról, hogy a vonatunk indulásra készen áll, és hogy elindulhat a vonat. Törekszünk arra, hogy akik itt megszeretik a vasútas feladatokat, a vasúti munkát, az a felnőtt korában is a vasútvállalatnál, vagy valahol a közlekedési szakterületen helyezkedjen majd el. Azt lehet mondani, hogy a gyerekek körülbelül 10-15%-a lesz olyan, aki a felnőtt korában is valamilyen közlekedési ágazatban vállal munkát. Most Nyírbátorból volt lehetősége Bujáki Tamásnak, hogy itt a gyermekvasúton egyrészt bekapcsolódjon a munkálatokba, másrészt pedig felüljön a gyermekvasútra. Mi a vélemény így első körben róla? Azt mindenképp láttuk, hogy a mozdonyok iránt nagyon elkötelezett, és szerintem biztos, hogy ha ez az elkötelezettsége megmarad, akkor venni fogja az akadályt, mert azért egy mozdonyvezetőnek is sokat kell tanulnia, a hatósági vizsgát kell majd tennie több típusra, több vasútvonalra, hogy utána ott szolgálatba mehessen.
Abból a szempontból is szerintem értékes volt számára ez a nap, hogy a vasúti feladatoknak több területére betekintést nyerhetett, tehát a forgalmi irodában kipróbálhatta, milyen a biztosító berendezésen a váltót állítani, vagy milyen az utastájékoztató berendezés kezelése. Tehát az egész vasutas szakmának több részét ismerhette meg ezen a kiránduláson. Jelenleg én vagyok itt Hüvösvölgyben a rendelkező. Úgy néz ki ez a dolog, hogy van egy ilyen berendezésem, amivel a vasút, vagy a jelenleg Hüvösvölgy állomás jelzőit, váltóit kezelem, és van egy hangos bemondó rendszer, ami egy viszonylag új itt az állomáson, ezzel pedig a vizuális utastájékoztatót kezelem, illetve a hangos bemondást, amit kint hallhatsz, amikor vonatmozgás történik. Személyvonat indul Széchenyi egy állomásra 14 órakor az első vágányról. A vonat Vadaspark megállóján nem áll meg. Kellemes utazást kívánunk! Valamelyik érdekel, vagy mit magyarázzak el neked? Hát, hogy meddig dolgoztak itt, mondjuk hány órán át, vagy milyen napokon? Az év minden napján itt vagyunk, vagy 6.30-kor találkozunk a Szél Kálmán téren, vagy pedig 7 órakor itt fent a Hüvösvölgyi otthonban. Egy hétköznapi napon olyan 8.45, 9 óra 15-kor indul az első vonat. Ugye a vonat előtt megkapjuk az egyenruhát, megreggelizünk, beszélgetünk a pajtásokkal, esetleg játszunk valamit, és akkor utána az ifi vezetőink, akik felügyelnek ránk, vezény szavakkal felmeneteltetnek ide az állomásra. Van egy hagyományos zászlófelvonásunk, ahol a gyermekvasutas indulót énekeljük, miközben a magyar zászlót felvonjuk, és utána tovább meneteléssel eljövünk az állomásra. Itt feljövünk a lépcsőn, és akkor itt a vonat mellett elmenetelünk, megkapjuk a 10 órait, és akkor a szolgálatos vonat 8.45, 9.15, attól függ, milyen menetrend van, elindul fölfele. Ellátjuk ugye a szolgálatot, és nap végén kapunk egy értékelést az adott állomás főnöktől. És neked mi a célod? Mit szeretnél lenni, ha nagy leszel? Jelenleg úgy gondolkodom, hogy a MÁV-nál szeretnék a jövőben elhelyezkedni. Itt vagyunk a mozdonynál, mi az, amit fog Tomi csinálni? Most fel fog menni a vezetőállásra, ennek az MK45-ös dízel mozdonynak a vezetőállására, és a mozdonyvezető kollega egy kicsit bemutatja neki, milyen is ez a vontató jármű. Jelenleg ugye a Szentvér utca végén vagyunk, ugye ez már Nyírbátornak a külvárosa, innen pedig nem messze van a Rossz Nyáros, ugye az nagy erdőnk. Milyen gyakran szoktál ide eljárni? És ha jössz, akkor kivel jössz általában? Hát azért elég gyakran szoktam jönni, havonta minimum úgy 5-ször, és a barátaimmal szoktam, meg ugye a Laci bácsival is szoktunk jönni, vagy megfigyelésre is, meg ugye a vasút miatt. Igen, ugye itt, ahogy átjöttünk, volt egy vasúti sín. Arról mit lehet tudni? Hogy ugye ez egy iparvágány, és ugye ez az egyetlen iparvágány Nyírbátorban, és egyben is a leghosszabb. Sikerült már lencse végre kapni, amikor erre járt a vonat? Sikerült már nem is egyszer.
Hát olyan 7-8-szor már sikerült. Amikor eljössz erre, akkor összekötheted ezt a vonatnézést vadmegfigyeléssel. Mit szoktál itt látni, milyen vadakat? Ritkábban, de borzot, gyakran ugye őzet, nyulat, és még fácánt szoktam látni. És hogy jött ez a vadmegfigyelés? Hát igazából ezt a helyet Laci bácsi mutatta nekünk, sokat jártunk ugye erre. Ha rossz az idő, ugye autóban ülünk, de amúgy általában ki szoktunk így jönni, és akkor itt szétnézünk így körbe, vagy itt ugye itt megállunk itt a fasorba. Mit szoktál magaddal hozni? Hát egy távcsövet, és még van, amikor picskát is. Erik, ti jó barátságban vagytok Tomival. Hát az a barátság már több mint 7 éve kezdődött, mert ugyebár mi mind a ketten a fáj lakótelepen lakunk, és ott megismerkedtünk. És mit szoktatok csinálni szabadidőtökben? Hát szabadidőnkben biciklizni szoktunk, és hát néha-néha gépen játszani. Na és hogyha elmentek, bicikliztek, akkor merre veszitek az utat? Hát sokszor megyünk az állomásra, a Szentvér utcára, hát és itt a városba, a történelmi helyeket megnézzük, a Papokrétjét. Na és te hogy vagy a vasúttal, amikor elkíséred őt az állomásra? Hát igazából én is valamennyire szeretem a vonatokat, mert hát nekem is tetszik, hogy lehet A pontból B-be eljutni vele. Sikerült megszerettetnie Tominak veled a vasutat? Hát igen, megszerettette. Hogyan ismerkedtél meg a fiúkkal? Hát ennek egy olyan története van, hogy én mindig a garázs környékén szoktam szerelgetni, és akkor jött két fiatal ember, hogy nevezetesen Erik és Tomi, hogy Laci bácsi, nincs véletlenül pumpája, mondom, van véletlenül, hogy segítsen, hogy pumpáljuk már fel a bicikli kereket. Felpumpáltam, utána ott ragadtam, beszélgettünk, és akkor közben ugye megint én megjelentem a következő időszakokban a garázs, és ők láttak, és akkor jöttek oda, és így összebarátkoztunk. Nagyon sok helyen bejártuk, Magyarországon voltunk, külföldön is, és én azt hiszem, hogy én nagyon bízok abban, hogy nem lesz rövid életű a kapcsolatunk, hanem majd felnőtt fejjel örömmel gondolnak vissza, hogy volt ez a találkozás, és hogy összebarátkoztunk. Miért ragadnak rád a gyerekek? A válasz egyszerű, én mai napig is felnőtt emberként kezelem őket, tehát nem gyerekként, hanem megadom nekik a tiszteletet. Ez a rész egy olyan nyugalmat áraszt, és olyan fegyelmet ad az itt lévő embereknek, és főleg ugye Tominak, illetve Eriknek, hogy itt megtanulnak csendben lenni, figyelni. Az a vadmegfigyelés, amit mi itt tapasztalunk, az fantasztikus élmény szerintem. És a bicska azért is kell, hogy tudjunk csinálni lest. Ez egy rögtönzött les volt, faágakból csináltunk lest, és akkor már majdnem feladtuk ugye a lesből kitekintés, hogy mikor jönnek az őzek, egyszer csak mondom, gyerekek. Felnéztünk, és olyan 15-20 méterre nagyon szép képeket készítettek a srácok, azt el kell, hogy mondjam. Na de ilyenkor milyen témátok van, hogyha, mert azért biztos beszélgettek közben, azon kívül csendben kell lenni, hogy el ne ijesztétek a vadat. Suttogva beszélgetünk, megmondom őszintén, és itt a történelemtől kezdve, a vasút történettől kezdve, a baráti kapcsolat, az iskola. Szeretném megköszönni, hogy ebben a műsorban te benne voltál, és egy nagy like jár neked, és jelképesen hoztam most sok-sok like-ot, és arra szeretnélek kérni, hogy válassz egy színt, amelyik neked a legjobban tetszik. A kék lesz, ehhez pedig jár egy kék színű boríték, és akkor nézd már meg, kérlek szépen, hogy a kék színű boríték mit rejt. Siker. Mi az, ami eszedbe jut erről a szóról? Hát, hogy az életben, hogy minél több sikert, hát ugye, sikert érjek el. Neked már van eddig sikerélményed? Hát van elég sok, ugyebár. Ugye, ami itt volt a Szentvér utcán, hogy egy csomószor tudtam lefotózni a mozdonyt, sikerült már ugye ritkákat is lekapni.
Hát meg ugye a bóni is az volt egyfajta siker volt, hogy sikerült pont lefotózni, ahogy ugye összedőlt. Hát volt elég sok siker az életemben eddig. És van olyan, amire nagyon vágysz? Hát szeretnék eljutni egyszer ugye a Másmár és egy bezárt vasútvonalra mondjuk. Egyen már volt ugye sikerem, az a Nyiradony Nagykáló vasútvonal volt, amit 2007. március 4-én beszüntettek ugye. Még tavaly szeptemberben sikerült rajta utaznom, de szeretnék azért több ilyen vasútvonalon is menni még. Én pedig azt kívánom neked, hogy sok sikert érjél el majd az életedben, és váljék belőled egy sikeres mozdonyvezető, vagy bármi, ami szeretnél lenni, ha a vasútnál a vasútnál, ha máshol, akkor máshol. Adj egy pacsit. Jó, nagyon meleg van, igen, nem baj. Na, még nézzük, mi van. Lazulj el. Jó, tehát engedd el magad. Itt most mi beszélgetünk, nincs ott a kamera, nincs ott senki. Régen volt az a olajpogácsa, és ugye ezt lehetett hozni, hogy ezt nem kellett lopni, meg semmi, és akkor ezt így elhozták, és akkor ettek. Bal. Csak megvicceltem, Tomikát. Ehetünk amúgy nyugodtan. Hogyan ismerkedtél? Na, de nagyon egyszerű. Ilyen még nem volt. Na, mondjad! Hát, érdekesnek érdekes, meg ijesztő is azért, ha benézünk, olyan elhagyatott ugye vár. Meg aztán ki tudja, hogy este még szoktak itt lenni. És még van, amikor picskát is. Az miért fontos? Hát legyen azért, azt mondom, hogyha önvédelem, mondjuk azért legyen.